Az iskolánál és a versenyeknél maradva folytatjuk műsorunkat. A gimnázium 6 fős leánycsapata az angol nyelvű drámafesztivál országos döntőjéről Vácról nem éppen angolosan távozott, hiszen tarsolyukban egy országos első helyezéssel tértek haza. Kedves nézőink! Egy korábbi műsorunkban már beszámoltunk arról, hogy a Béri Balog Ádám gimnázium csapata az angol nyelvű drámafesztivál országos döntőjébe jutott. Ezt a versenyt május 15-én, 16-án és 17-én Vácot rendezték meg. Körömben a csapat tagjai, akikkel most egy rövid beszélgetés keretében a versenyről, az ottani élményekről beszélgetnénk. Hogyan kezdődött ez az egész verseny, melyek voltak az előzmények? Hát először is Keszthelyről kaptunk egy meghívást, és onnan jutottunk tovább a darabbal, és Vácon rendezték meg ezt az országos döntőt. Keszthelyen hány csapat vett részt ezen a vetélkedőn? 22. És ebből a 22-ből mi bejutottunk a legjobb 5-be, akik mehettek Vácra. Magáról a darabról. Mit adtatok elő? Egy rövid drámai jelenetet. Tényleg rövid volt, 5 szereplővel ment. És végül is a Máté segítségével gyakoroltuk az egészet. Órák után tényleg próbáltunk, nem volt hosszú. És mit tartalmazott? Miről szólt ez a darab? A darab a 1920-as évek elején játszódik, és lényegében két úri hölgyről szól, akik ifjúkori barátnők voltak, talán mondhatnám ezt, és pár év távlatában újra találkoznak. És lényegében ezt a két hölgyet, 4 személy testesíti meg a színpadon. Zsófi és Marian voltak az úri hölgyek, Anita és én pedig az ő belső énjük, a szókimondóbb, a őszintébb, a keményebb, a rámenősebb. És magáról a versenyről, hogyha hallhatnánk, hogyan zajlott, hány csapat volt, egyáltalán milyen eséllyel indultatok, és hogy sikerült ezt a szép eredményt elérni? Hát egy kicsit azért meg voltunk lepődve, mert nem volt olyan sok csapatnál, mint Keszén, viszont hát nívósabb is volt az egész, mert ugye ez egy országos döntő volt, de azért reménykedve álltunk oda a színpadra, és hát sikerült helytállunk végül is. Hát a zsűriben nem tudtuk, hogy ki lesz. Aztán végül derült, és utoljára derült ki, hogy ott volt az amerikai nagykövetség, kicsoda? Magyarországi, tehát a Peace Corps-nak a magyarországi képviselője, az elnöke. Igen, és én úgy tudom, hogy ezt az egész mozgalmat, vagy ezt az egész játékot a békeszolgálat indította. Igen, ők találtak ki a békeszolgálatosat, mint a Márti is, tehát nem a mi kezdeményezésünkre indult. Tehát végül talán minden évben folytatják is ezt a szokást, reméljük. Már itt az iskolámban is vannak kezdeményezések, hogy elindul egy drámaklub angol nyelven szeptembertől. Igen. Én úgy tudom, hogy volt itt valami személy csere is, vagy váltás itt, hogyha erről is hallhatnánk pár szót. Hát igen, ez a Keszthelyi Dráma Fesztiválon én szerepeltem, mint 5. tag. És ez most nem rangsort jelent, gondolom, nem. A csapaton belül. Nem, ez egy ilyen megegyezés volt, az 5. hely. És Vácon nem tudtam elmenni, hát családi okok miatt, és a Beát megkértem, hogy képviseljenek. De jól sikerült a beugrás akkor ezek szerint, ugye? Igen, igen. Nagyon fontos szerepe volt végül is, mert hogyha nem jön be időbe, akkor mi vagyunk ott lőve. Anita... Ez egyébként meg is esett, megtörtént, hogy a délelőtti előadásunk során hát én voltam az, aki volt, tehát a bűnbak, aki elfejtette a szöveget,
és már a Zsuzsinak kellett volna bejönni utánam. És a Zsuzsi ilyen remegő tárcával bejött. Na, közepett, és így megmentett az ebben, hogy ugye nem égtünk le, nem sültünk bele a darabba. Te talpra esettem. Ennek ellenére még elvittük az első díjat, úgyhogy ez tényleg jó volt. Anita, úgy tudom, hogy te ismét egy egyéni sikert is elértél, mert valami külön díjat kaptál, ugye? Igen, ez a legjobb színésznői alakítás díja volt, de ezt nem csak én kaptam meg, hanem egy másik, egy Muhácsi lány is. Ugyanis végülis ez egy személyre szólt volna, de ketten voltunk, akik között nem tudtak dönteni, és így mind a ketten megkaptuk. Hogyan kezdődött a darabnak a tanulása? Kik segítettek, kik irányítottak benneteket a munkában? Márta Herr tanárnőnk lepett meg minket egy stót papírral, hogy na, itt van ez, és mit szólnánk hozzá. És megmondom, hogy szinte eleinte elég furcsáltuk a dolgokat, mert nagyon sok idegen szó szerepelt a szövegben, és először nem is igen tudtunk azonosulni magukkal a szereplőkkel, és épp ezért ugye 4 szereplő van a darabban, 4-5 szereplő van, és először úgy próbáltuk megkeresgetni a magunkhoz illő szerepet, hogy mindenkivel több szerepet elpróbáltatott, és körülbelül egy hét elmúltával érződött ki az, hogy na most én ez és ez szeretnék lenni, ő pedig azt érzi közel magához, azt a személyt, és vele tudna azonosulni a darabban. Hát, mert tényleg az én szerepem az tőlem nagyon távol áll. Hát én egy úri hölgyet játszottam. Úri hölgy, egy úri hölgyet, aki szinte vagdos a másiknak a fejéhez a különböző csillogó bókokat, és ez olyan zavaró is volt számomra, meg olyan kis finomkodva kellett. Ennek ellenére mégis nagyon jól előadta, szóval nagyon-nagyon jól. Szóval én nagyon nehezen szoktam meg, hát például az első előadásunk előtt, amit készen adtunk elő, hát előtte egy héttel én még nem tudtam a szöveget, szóval én még olvastam a végét. Tehát végül is szöveget kellett tanulni, színpadon a mozgást és a játékot. És mennyiben tettétek hozzá az egyéniségeteket? Mert gondolom, itt nem szó szerint, meg nem a leírtak teljes szellemében csináltátok ezt a darabot. Az volt a nehéz a darabban, hogy ez végül is nagyon statikus volt. Tehát volt két úri, hogy aki egy asztal mellett ültek, tehát teáztak közben, mi pedig mögöttük, mint a valódi lényük álltunk, és az volt a nehéz, hogy nem volt mozgás, tehát úgy kellett lekötni a nézőknek a figyelmét, hogy arcjáték a gesztusokkal, hogy mégis, tehát hogy ne unják a darabot, mert végül is, hogyha valaki ezt nem értette, ezt a darabot, a szöveget, mert az angolt elég nehéz volt, akkor lehet, hogy unalmas lett volna, hogyha mi ezt a játékot nem adjuk hozzá pluszban. De néha még nevettek is, pedig az váratlan volt nekünk, mert végülis ez egy dráma, és itt nagyon komoly feszültség van a légkörbe, szóval annak kéne lenni eredetileg. Volt is szerintem. Volt? Kettőnk között egy főként. Ja, talán ezzel az angol nyelv tanulásával milyen további céljaitok vannak? Momentán nekem semmi. Ezt én hogy lehet érteni? Én nem foglalkozom tovább az angolal, vagyis hát nem az angolal szeretnék tovább tanulni. És pedig milyen más területet választasz? Én a magyar történelem szakra jelentkeztem Pécsre. Pécsi tanárképző főiskolára. Nem. Jogtudományra. Igen. Hát én magyar-angol szakra szeretnék menni, és ugyanúgy Pécsre. Igen. Én Debrecenbe jelentkeztem biológia-angol szakra, tanári szakra. És a színésznői képességeid, de mi lesz? Vagy a tanítványaim, vagy nem tudom. Igen. Én is magyar-angol szakra szeretnék menni. Pécsre, és talán sikerül. Felvételi volt már? Nem. Még nem? Én is Pécsre, és történelem angol szakra. Tehát az angol azért valahol a többségnél megjelenik. Hát nálam az angol az úgy marad meg, hogy februárra szeretnék elmenni középfokúzni, és számítástechnikai programozó, és matek számítástechnika szakos tanár szeretnék lenni.